törvényhozói munka, sajtótájékoztatót tartott dr. Aracki András országgyűlési képviselő. Úthelyreállítás, egyeztető tárgyalást tartottak a kivitelezőkkel a Polgárok házában. Szent István király intelmei, rendhagyó óra a Szepes Gyula művelődési központban. Köszöntöm a nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Megtartotta május havi sajtótájékoztatóját dr. Aracki András országgyűlési képviselő csütörtökön délután a Polgárok háza dísztermében. A politikus az elmúlt időszak parlamenti törvényhozói munkáról beszélt, amelyek befolyásolják az országban és a helyben élők sorsát. Dr. Aracki András országgyűlési képviselő elmondta, hogy az elmúlt időszak parlamenti munkája során módosították a büntető törvénykönyvet. Ezt az indokolta, hogy sok helyen olyan értékes anyagokat, eszközöket tulajdonítottak el ismeretlen tettesek, amelyek hiánya veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, a katasztrófa elhárításának az erejét és az emberi életet is súlyosan veszélyeztethetik, hangsúlyozta a politikus. Ennek remélem lesz egy igen komoly visszatartó hatása ennek a dolognak, bár tudom, hogy nem lehet minden zsiliphez, nem lehet minden vasúti átjáróhoz rendőrt állítani, de nem álltunk meg félúton. Épp a héten kezdődött el a fémkereskedelemről szóló törvénynek a vitája. Egy 2009-től hatályos törvényt helyezünk hatályon kívül, és egy új törvényt fogunk ebben a kérdésben hozni, remélve azt, hogy a fémkereskedelem szigorúbb feltételének kialakításával, de egyben átláthatóbbá tételével közelebb tudunk jutni az illegális fémkereskedelmi tevékenységet végzőkhöz, akik egyébként a döntően lopásból, tulajdonjog megsértéséből származó eszközöket illegális úton értékesítik tovább. Ki kell mondanom, általában az illegális fémkereskedelmi tevékenységet folytatók, döntő többségben mondhatom 90%-a orgazda tevékenységet végez, amelynek a feltárása az eddigi törvény szabályai szerint nem volt teljes körűen biztosított. Én nagyon remélem, hogy az új törvény, amely bevezeti a fémek jelzéssel történő ellátását, azonosítását, való ellátását, különösen a kritikus helyen elhelyezett eszközök tekintetében, valamint az, hogy szigorú számadású bizonyotokat kell vezetni a fémkereskedőnek, továbbá azt is, hogyha hibát követ el, tehát nyilvánvalóan mulasztása kapcsán olyan engedélyköteles anyagot forgalmaz, vagy fogad be, amelynek nem lett volna szabad, vagy azt nem jelzi a rendőrségnek, hogy ilyen eszközt kínáltak neki megvételre, akkor az egész tevékenységét be kell szüntetnie. Ez egy nagyon súlyos szankció, amely gondolom, hogy visszarettenti a legális fémkereskedőket is ahhoz, hogy véletlenül az illegális útra tévedjenek. A sajtótájékoztatón szó esett a beiskolázással, a közoktatással kapcsolatos változásokról is, amelyekre azért volt szükség elsősorban, mert az általános iskola első osztályába beiratkozók nehézségekkel találták szembe magukat. Miután a 6 évet betöltött gyermekeknek a beiratása kötelezővé vált, és az agglomeráció lakossága igencsak fiatal, itt az országos átlagnál sokkal több gyermek jelentkezett beiskolázásra. Érzékelve ezt a problémát, a közoktatásról szóló törvény módosításával elértük azt, hogy visszaállítottuk azt a rendszert, hogy 32 fős lehet a minimum osztályrétszám, eredetileg tervezett 27 helyet. Ezáltal és ennek segítségével, valamint az önkormányzatok együttműködésével minden gyermeknek lesz megfelelő osztályterme, megfelelő pedagógusa, és minden gyermek szeptember 1-től, aki iskolai élet, illetve iskolába fog jelentkezni, el tudja kezdeni a normális körülmények között a tanulását. Emellett még azt is meghoztuk a kötelező testnevelés órákkal kapcsolatban, hogy könnyítésképpen, de az elveket fel nem adva megengedjük a jövőben, hogy a úszás oktatás, az úszás órákat azt összevonják, és egyszerre két órát tartsanak meg
egy blokkban, és ezáltal biztosítható lesz az úszás, mint egyik nagyon fontos alapsportágnak az elsajátítása és megszerettetése az általános iskolákban is. A sokakat érintő és foglalkoztató rezsicsökkentésről is beszélt a politikus a tájékoztatón, amelynek szabályait törvénybe iktatták. 2013. január 1-től kezdődően a víz, gáz és a villamosenergia és a gázenergia árát 10%-kal csökkentjük, ugyancsak a vízi közműszolgáltatás 2013. január 1-től nem haladhatja meg, a 2013. július 1-től nem haladhatja meg a 2013. január 1-én érvényes díjaknak a 90%-át, tehát itt is 2013. január 1-i árra visszamenőleg 2013. július 1-től 10%-kal fog csökkenni a vízi közműszolgáltatás díja, ugyancsak 10%-kal fog csökkenni a szennyvíz szolgáltatásnak a díja. Emellett fontosnak tartom kiemelni, hogy ahogy a múltkor el is mondtam, hogy a személyszállítás díjához is hozzányúlunk. Ez azt jelenti, miután az volt a Fidesz-KDNP pártszövetség parlamenti képviselőinek a tapasztalata, hogy 2012 végén, vagy 2013 elején több településen jelentősen emelték a személyszállítás díját, ezért a 2013. július 1-től, ez már egy elfogadott törvényben foglalt számokról beszélek, a 2012. április 14-én esedékes és érvényes személyszállítási díjból kell kiindulni a tényleges, most 2013. július 1-től alkalmazandó személyszállítási díjak esetében. Ez azt jelenti praktikusan lefordítva, ha 2012. április közepi díjat 100%-nak veszük, azt megtoljuk 4,5%-kal, ezt a 104,5%-nak a 90%-a lehet a legmagasabb díj 2013. július 1-től kezdve a személyszállítási díj esetében. Dr. Aracki András országgyűlési képviselő legközelebb júniusban ad tájékoztatást az országot és az érdieket érintő legfontosabb döntésekről. Egyeztető tárgyalást tartott az önkormányzat csütörtökön a csatornázási munkálatok kivitelezőivel a Polgárok házában. A megbeszélés témája az utak helyreállítása volt. Elmúlt a hosszú csapadékos tél, így a kivitelező tovább tudja folytatni az úthelyreállításokat a már csatornázott területeken. A munkálatok ütemezésének részleteiről csütörtökön tárgyaltak. Arra kértük mind a 6 részvízgyűjtőben dolgozó kivitelezőket, hogy úgy, ahogyan tavaly ősszel is még egyszer üljünk le, mondják el, hogy pontosan milyen ütemezésben és hogyan kívánják helyreállítani az utakat, hisz hamarosan az év közepéig befejezik már magát a csatornépítést, őszintén meg kell tenniük a végleges helyreállításokat is, illetve azokon a szakaszokon, ahol már 2011-ben vagy 2012-ben megtörtént a csatornaépítés, ott már minden konszolidáció, minden megtörtént, mondják el, hogy hogyan, milyen ütemezésben kívánják helyreállítani, ezeket rögzítjük, és akkor mostantól kezdődően ez az ütemterv alapján történik a számonkérése az úthelyreállításoknak. Az eddig összesítések szerint körülbelül az érintett szakaszoknak már a 30%-án tartanak. Itt vannak főútvonalak is, tehát olyanok is, ahol már aszfaltozás történik. Nagyon a főútvonalak nagy többsége azért már erre van állítva. Ez alól természetesen van egy-két kivétel, mondjuk itt például a Riminyáki út, vagy az Őrmös utca, amelyiknek mostanában fognak neki a következő hetekben. A Szovátai utca, ahol egy ideiglenes helyreállítás történt, és majd a nyár közepén lesz az, ami a végleges helyreállítása lesz a Szovátai utcának. És hát a nagy többség azok a mellék utcák, ahol mondjuk eddig nem volt burkolat, vagy volt burkolat, és ott sávosan történik. Ezeket szépen be kell ütemezni, és hát szeretnék látni azt, hogy hogyan megyünk tovább, hisz most már az időjárás engedi, illetve az időjárás szintén befolyásol azt is, hogy ahol nincs helyreállítva, ott ugye nagyon nagy a por, ezt szeretném minél hamarabb, hogy megszűnjenek ezek az áldatlan állapotok. Tehát arra kértük a kivitelezőket, hogy mondják el, hogy hogyan kívánják ezt felszámolni. Az utak helyreállításának minőségéről is tárgyaltak a megbeszélésen a résztvevők.
Elég gyakran hangzik a kérdés ott, ahol korábban is zúzott kő volt, és most megint zúzott kővel állítják helyre, hogy miért nem aszfalt. Hát erre sajnos azt kell mondjuk, mi is nagyon szeretnénk aszfalt legyen, csak hogy az uniós pályázati feltételek ezt kizárják, sőt kifejezetten tiltják, hogy ott, ahol nem volt korábban aszfalt burkolat, ott most ebben a csatornási projekt keretében aszfalt burkolat legyen. Tehát a helyreállítás ott, ahol zúzott köves volt, ott csak zúzott kővel lehetséges. A csatornázott területeken az utak helyreállítását a szerződésben meghatározott konszolidációs idő elteltével kezdik meg. Hétvégén már országszerte ballagnak a végzős diákok a középiskolákban, valamint a nemzetiségi nyelv és irodalom, illetve nemzetiségi nyelv tantárgyak írásbeli vizsgáival elkezdődik az idei tavaszi érettségi is. A szóbeli vizsgákat emelt szinten június 6-a és 13-a között, a középszintű szóbeliket pedig június 17-e és 28-a között tartják. Az írásbelik hétfőn a magyar vizsgákkal folytatódnak. Szent István király intelmei Szent Imre herceghez. Ezzel a címmel tartott előadást Szántai Lajos művelődéstörténész a Szepes Gyula Művelődési Központban. Az előadásra a város több iskolájából érkeztek tanulók. A Varga Zoltán rováskör szervezésében került sor a rendhagyó tanórára. Szent István király intelmei Szent Imre herceghez elsősorban pedagógiai szempontból lehet érdekes, hangsúlyozta az előadó Szántai Lajos, hogy a szülő-gyermek kapcsolatban hogyan érvényesülhet a tanítás. Szent István idejében még az apa, tehát egyáltalán a szülő, de ez az anyára is vonatkozik, egy szellemi örökségnek volt a birtokosa. És ezt próbálták meg továbbadni, és a gyermek pedig nem olyan módon volt lázadó, hogy teljes úttalanságba a további téveigést erőlteti a saját életében, hanem itt a lázadás általában ez az örök érvényű igazságok megpróbálásában mutatkozott meg, és amikor rájön mondjuk egy gyerek, egy kamasz gyerek arra, hogy azért az örök igazságok azért nagyobb igazságok, mint az ő pillanatnyi szenvelgése, akkor így egy kapu megnyílik a lélek ajtaján, és szépen a tanítás az öröklődik tovább. De Szent Istvánnál még az is nyilván az érdekességhez hozzátartozik, hogy ő király, és mint a leendő utódját úgy próbálta megtanítani Szent Imrét. Szántai Lajos a legfontosabb intelmeket emelte ki előadásában. Az egyik az magának ennek a rendkívül megkapó és mai világban talán már meghökkentő érzelmi szálnak a felmutatása, tehát Szent István megszólítja a gyermekét, hogy azzal az apai, atyai szeretettel, hogy édes kis cselédem, puha párnák lakója, te még nem kerültél bele olyan élethelyzetekbe, mint én. Ezt egyébként a hivatalos kutatástörténeti számon tartja, hogy teljesen szokatlan ez az érzelmi hangvétel, mert ilyen királytükrök mindig voltak, mindig. Tehát a bizánci császárság történetében, német-római császárság történelmében csak egy olyan szenvetlen, olyan rideg uralmi-hatalmi környezetbe, hogy pont a lényeg tűnt el. Na most Szent István esetében nem így van. Tehát tényleg érezni az apát, aki megszólítja a gyermekét. A másik pedig, hát ez a sokat emlegetett tétel többek között, hogy mert az egynyelvű és egyszokású ország az gyönge és esendő, megkapó módon ennek az idézetnek se az elejét, se a végét nem szokták idézni. Tehát itt nem arról van szó, hogy nyakló nélkül hívni be az idegeneket, hanem vendégeket. Na most, aki nem tudja, hogy egy vendég, tehát akit én meghívok, a között mondjuk, és egy idegen, aki mondjuk betör, mi a különbség? Hát annak én hiába fogok itt bármit is magyarázni. Itt vendégekről van szó, és elhangzik az is, mert a külföldieket a pöffeszkedéstől ez el fogja rettenteni. Tehát éppen nem a mai értelemben használt világról van szó, és hát minden ősi királyi udvar, tehát ilyen volt mondjuk Attila király udvara, ilyen Dzsingisz Kán udvara, ilyen a fáraónak az udvara, vagy az inka uralkodónak az udvara, ezek nem egynyelvűek és egyszokásúak voltak. Tehát itt egy rendkívül ősi, szakrális uralkodói hagyomány szólal meg. A Szepes Gyula Művelődési Központ zsúfolásig telt tanulókkal, akik nagy érdeklődéssel hallgatták végig az előadást.
Szombatra, virradóra előreláthatólag szinte mindenhol elülnek a záporok, illetve a zivatarok, legfeljebb északkeleten alakulhat már csak ki kisebb eső, illetve gyenge zápor. Főként északkeleten ébredhetünk felhősebb reggelre, de többfelé is változóan felhős lehet az ég. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 8 és 14 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Napközben a változóan felhős idő mellett északkeleten egy-egy zápor, gyenge zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél gyenge, mérsékelt marad, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!